Medvegy Gergely jógaoktató, amit Csíkvári Veronika szintén jógaoktató. Köszönjük nagy szeretettel. Szerpusztok. És a hátizmokra fogunk ugye most kifejezetten gyakorlatokat próbálni, és akkor én már is felveszem a pozíciót. Így amikor, van. Hát ezt nem tudom, az annyira durva, ugye van, és mondtam, nézd meg, hogy össze van rakva a lába De Veronikának. Nem próbálod meg, nem megy? Nem akarom kiröhögtetni magam. Nem is kell, mert az első hason fekszünk, Gergő. Ja, jó. Veronika. Először is bocsáss meg, csak Gergő, hogy ugye amikor hátfájással bajlódunk, akkor milyen izmokat kell nekünk megtornáztatni, hiszen ugye nem feltétlenül egy klasszikus hátizom gyakorlat fog segíteni, amint a mély izmokról van szó. Igen, attól függ, hogy miért fáj a hátad. Az a helyzet, hogy nagyon összetett a kérdés, mert ez okozhatja egy beállt izomzat, okozhatja csigolyacsúszás, vagy sérv, vagy becsípődés, annyi minden okozhatja, és bizonyos típusú fájdalmaknál más gyakorlat jó. Alapjáraton az mindig jó a hátfájás, hogyha nyújtózunk a gerincoszloppal tenge irányba. Most inkább ilyen tartásjavítást csinálunk, de most a kezed hozd oldalt, salabászanát csinálunk, kobra, vagyis bocsánat, sáskálást. Belégzéssel emeld meg a törzsed és emeld meg a lábad, ahogy a Veronika nézd, az egész test homorít, főleg a gerincoszlop. Ha nem megy, megemelem. Szerűthetsz neki lábával. De megyél neki. Hú, várj, ez az öve, ez nem túl kényelmes. Igen, az a baj, az nyomhat valóban. És akkor emelkedik a láb, emelkedik a fej, megnyílik a mellkas, kezedben nyújtózol hátra. Itt érzem. Ilyenkor az, pontosan. Tehát a mély hátizmok erősödnek, amit az gerinc mellett kérdezik. Itt érzed? Itt. Itt érzed. Aha, ja ez itt. Azaz. Azok a gerincmerevítő izmok így hívják, és akkor azokat fejlesztjük. Lejöhettek. És igazából akkor az, hogyha itt megtartjuk, akkor ugye azzal már dolgozik az izom, tehát nem kell akkor különböző intenzív mozgásokat. Lehetne dinamikusan is mozogni, hogy mutasd meg, Veronika, hogy belégzés föl emelkedünk, kilégzés lemegyünk, belégzés föl, kilégzés le. Tehát van ilyen dinamikus gyakorlás is, amivel lehet erősíteni. Ezt inkább bemelegítésnél szoktuk használni. Amikor már ászanázunk, akkor megtartjuk, fölemelkedünk és megtartjuk. Több légzés. Ez más izmokat is megmozgat, nem csak ott. Hát, hogyha így felemelkednek, akkor az megy a mellre. Persze. A legtöbb ászana több testrészt is megmozgat, nem tudunk nagyon csak egy egyszeletet kiragadni, de a fókusz terület itt van. Hangabban beszél, mert Vera elaludt. Nem, ő már készül a következő ja. ászanára. És mi van akkor, gyere amikor vissza, annyira fáj a derekunk, hogy nem tudjuk reggel a harisnyát fölvenni? Mert kérd meg a gusztit. És körülbelül egy óra elteltével szépen lehajlom. Az azért van, mert kicsit be van kötve a derekad, bekeményszik, de ha közben mozogsz, ugye zuhanyzol reggel, mész, jössz, táncikálsz, így van, akkor bemelegszik, és utána már rögtön megy. Na de ez mitől van? Ezt lehet a jogával esetleg erősíteni, hogy ez ne történjen? Hát nem csak erősíteni, hanem pont, hogy sokat lazítani, nyújtani, és akkor nem fog beállni. Értem. A következő a kobra póz, a bujjangászana, tedd a kezed a melled mellé vászélessébe, közel a kéz, azaz, merencidet majd tartsd lent, és akkor belégzéssel emeld ki a törzset, homorítsd a gerincoszlopodat. Azaz, ha megy, akkor könyök kicsit hajlik, és így hátrafelé néz, tehát a merence maradjon lent, azaz, és nyújtózó vál hátra húz, amennyire lehet. Érzed itt, ugye? Hallja, de amúgy nem ott. Milyen izmos érzi, a Gergő? Érzi, te Gergő, te közben jársz súlyzózni, vagy mi a? Olyan, mindjárt, a hátam jogázik titokban. Szóval így, de amúgy nagyjából ugyanígy itt érzem, ugye? Igen, gyertek közben le. Igen, tehát ez az a két gyakorlat itt a mély hátizmokat erősíti leginkább, meg javítja a tartást is, pont amit mondta Margó, hogy ez nem csak a hátat erősíti, nyitja a mellkast, segíti a gerincet visszatenni középhelyzetbe a homorítást, mert egész nap így vagyunk, ha kicsit homorítunk, akkor leszünk majd utána középhelyzet. Ebből is többet? Mennyi ilyen gyakorlatot végezünk? Tehát ugye most kettő gyakorlatot mutattál. Hát elmondom neked, hogy a jogászanáknak a nagy része az hátizom erősítős átmozgató, tehát hogyha valaki ilyen alapgyakorlatot megcsinál, akkor megvolt a hátizom. Erősítés. Most csak kiragadtunk párat. Nem tudok itt számot mondani. Hogy akkor, vagy akkor időre tudsz valamit? Általában úgy szoktuk csinálni, hogy gyakorlat sorokba gondolkozunk. És van rövidebb sor, az 7-8-10 ászana, vagy egy hosszabb sor, az 20-30 ászana. Tehát fél órától egy óráig érdemes gyakorolni. Tehát nem csak fölveszünk két ászanát és kész, hanem többet. Mikor? A nap melyik szakaszában? Bármikor. Csak csináljuk. Bármikor lehet, csak egy dologra kell figyelni, hogy teli gyomorral nem szabad. Tehát reggeli után, ebéd után, vacsora után nem. Tehát pont előtte érdemes. Akkor reggel, amikor kijövünk az ágyból, lemegyünk a padlószőnyekre. Zárójelben, hogy az se jó, tehát rögtön felkelés után várni kell 20 perc, fél órát, hogy a vérkeringés beinduljon, az izületek lazuljanak, a porckorongok visszanyerjék a tónusukat. Most feküdjünk hanyatt, a következő ászana, hát
Gergő, először nézd meg. Ja, hogy biztos akarom. Igen, halítsuk be a lábat. Ez a csakrászon a kerékállás lesz, belégzéssel kiemelkedünk. Olyanok leszünk, mint egy kerék. Hát igen, körben. Lehet, hogy ezt most inkább kihagyom. Ez nagyon most intenzíven. Ez mit erősít? Hát a hátat is, de nem csak a hátat, hanem a karizmokat, lábizmot. Csípőt, has, így van. Nyújtsa. Na, hát igen, ez már egy haladó szint. Nyújtja, mellkas nyújtja. Tehát igen, ez már egy haladósabb ászana, viszont nagyon szuper. Javítja ez is a tartást, plusz erősíti a hátat. És meddig kell ezt tartani? Hány perc? Ameddig tudja. De egyébként úgy szoktuk javasolni, hogy 3 légzés kezdőknek, aztán 6-9, és akkor fél perc, egy perc, lejöhetünk, Veronika. Vagy Vera, maradhatsz nyugodtan, és akkor még hozok egy kis sütit is, egy fél óra múlva. Egyébként ugye említetted a különböző, meg hát ugye beszéltetek Margóval, hogyha így fáj, ha úgy fáj, ha mondjuk gerincsér van. Tehát van-e valami olyan orvosi ellenjavallat, van, amikor ezeket a gyakorlatokat nem végezhetjük? Van, például, hogyha sér van, ha hátrafelé tolódik ki, akkor előrehajlásokat nem szabad csinálni, vagy csak nagyon módszeresen, azt most nincs időnk megtanulni. Csavarásokkal is nagyon óvatosan kell bánni. Ha csigolya csúszás van, akkor pedig a homorításokkal kell óvatosan bánni, akkor inkább nyújtózásokat jó csinálni. Tehát vannak olyan esetek, amikor ellenjavalt a jóga, vagy nagyon speciálisan kell alkalmazni, ezt hívjuk terápiás jógának. De akkor az a lényeg, és hát akkor ez egy zárszó tulajdonképpen a beszélgetésnél, hogy mielőtt akkor az ember mondjuk kifejezetten hát problémákkal menne jógázni, akkor előtt azért keresen fel egy orvost, hogy mi a probléma, és akkor annak megfelelően tudtak akkor gyakorlatokat. És műtét után rögtön menjen, hanem esetleg egy szakember segítségével lépjünk.